Hát, itt is lennénk. Ez lenne a mi templomunk. Tudod, az utóbbi években az ördög gyakran próbára tett bennünket, de mi mindannyiszor legyőztük. És a maga módján itt mindenki megtalálta Istent. Azt mondd meg végre, hogy mi a dolgom. Tűzd ki magad elé egy célt. Mindegy, hogy mi az. Jó. Szeretnék sütni egy lepényt. Egy almás lepényt? Igen, egy almás lepényt. Egy almás lepényt akarok sütni. Almás lepényt fogsz sütni. Augusztus elejéig gondozni fogod a fát, aztán sütsz egy almás lepényt a rajta termő almákból. Meg se mozdulnak. Kipászott szemtelen dögök, rohadni meg mind. Repülni haza, kurva madár. Most mit csináljuk? Majd a paki felmászik, aztán elkergeti őket. Én nem beszélni veled, tojásfejű. Á, faszpán, még sütni sem tudni. Ó, ezt nem tudhatod. Még egy száros kenyeret sem sütni. Fogd be a pofán. Nem tudni semmi. Nekem ugatsz. Én tudni, te fasz. Mi a szar tudsz, te paki? Ez a jó hozzáállás, ez az. Ebből a hozzáállásból lesz az almás lepény. Uaj, a picsába! Ez jó lesz. Nagyon eredeti. Most már biztos nem jönnek vissza. A sátán lesz próbára minket. Te teljesen hülye vagy, ugye tudod? Ne menj a dolgára közelébe! Megértetted? Igen. Be kell mennem a baleseti sebészetre. Mész a piac felé is? Mehetek, igen. Hoznál nekem kőgés elleni szirupot? Persze. Adam, ha van időt, te pedig gondolkodj azon, hogy mi legyen a madarakkal. Ki akarod csinálni a papot? A szegény nyomorult. Meg akarom cserni. Elegem van a jóságos dumájából. Köze van a körtés pitéhez? Almás lepé, oké? Kurva élet, pedig lenni új! Beszélni szándékozunk a mai adásban, az Ádám Almái című dán film. Egy tündéri film, azt kell, hogy mondjam, annak ellenére, hogy egy rettentően beteg film, besorolhatatlan, nem tudnám megmondani, hogy mi. Tehát, hogy így ez, vagy azt mondanám, hogy egy fekete komédia, vagy azt mondanám, hogy egy groteszk dráma. De ilyen brutális drámaiságú film, közben meg egy ennyire röhelyes film, de ilyen hülyére röhögöd magad, a következő jelenetben meg megrendülsz, aztán meg azt se tudod, ez elég dán, elgondolkozol, nem? De nagyon, és olyan erővel közöl valami istenit ez a film, és olyan profán eszközökkel, hogy az ember nem tud rajta, hogy mondjam így, mert hogy az emberről ma már, így a 21. század elején, így leperegnek a direkt közlések. És ezért aztán a profán, a groteszk az virágzik, és nagyon jó eszközei ezek mindazoknak a közléseknek, amely közlések felett, hogyha primer módon érkeznének, a mai ember csak vagy megrándítaná a vállát, vagy elnézően elmosolyodna, esetleg cinikusan hátradőlne, és azt mondaná, hogy hagyjanak már ezzel engem békén. Ez viszont olyan módon, olyan mértékben mászik az arcodba ez a film, már mint az Ádám Almái, hogy szinte lehetetlen ezt nem tudomásul venni, ezt az roppant erős közlést. Nagyon más, mint amilyen dán filmeket ti gondoltok, vagy el tudtok képzelni. Hát semmiféleképpen se a Dogma iskolából induljatok ki, vagy semmiféleképpen se Lars von Trierre, azért, vagy Thomas Winterbergre asszociáljatok. Azért, ahogy itt elkezdted mondani, hogy egyik pillanatban nevet, következő pillanatban meg ilyen zavartan nézed, azért ez nagyon dán. Tehát amikor én elkezdtem... De az eszközrendszerében meg nem az. Tehát ugye nem, de nincs az a benyomásod, mint egy Lars von Trier film. Nem, esetében. Nagyon elvarázsolt az egész világ. Már a helyszín egy kicsit ilyen mennyországbéli.
egy ilyen istenháta mögötti dán falu, valami csodálatos középkori templom, a templom szinte már üres, a hívek rég elmentek, csak mindenféle deviáns alakok vannak ott, bűnözők, most bevándorló bűnöző, dán náci bűnöző. De igazából két hőse van ennek a filmnek, két férfi kapcsolatáról szól ez a film. Vagy párbajáról, ez egy párbaj film. Igen, valahol olyan. Az egyik az Iván, a lelki pásztor, ő a freakünk, ő a hülye gyerekünk, akiről, aki hát annyira teljesen abnormális, elszáll. És annyira nem, a jóságnak egy olyan szintjén van, ami már irritálja az ember, és már, hogy mondjam, már a gonoszsággal határos mértékű jóság, tehát amikor egy náci háború, egy volt náci háborús bűnösnek azt mondott, hogy ugyan már kiemlékszik már ezekre a dolgokra. Jó ember voltál, ne csüggedj! És akkor, amikor amikor a halálos ágyán van, és arra gondol, hogy úristen, mit tettem én annak idején azokkal az emberekkel, és akkor ilyeneket mondani. Pillanatig se hagyja, hogy megrendüljön. Igen. Nem, hogy mondjam, nagyon komplex és nagyon durva betegsége van ennek az embernek. Olyan pszichés betegsége, kicsit hasonló ez a sztori, már mint a közlésében, mint az Equus című film, amiről pár héttel ezelőtt beszéltünk. Ez a film is arról szól, hogy egyedül a hit van, és a hiten kívül semmi. Tehát a világ, ami körülvesz téged, az azáltal létezik, hogy te hiszel benne. Te azt gondolod, hogy van egy ilyen objektív valóság, de ez nem igaz. A hitet, gondolod, hogy van világot előtted, tudsz alkotni. Igen, komplett világot, és azon kívül semmi sincs. Tehát most azt hiszed, hogy vannak körülötted dolgok, és azok tényleg ott vannak. Nem! Ezeket a dolgokat a te világba és azokba a dolgokba vetett hited működteti. Aztán néha a sors közbeavatkozik, és erről szól ez a film, amikor egy picit vagy nagyon összedől a hiteddel felépített saját világod. Na most meghallgathatjátok, legalábbis egy részletet meghallgathattok Adamnak, az ifjú neonácinak. Aki jön a sítről, vagy feltételesen? Hát igazából van ez a közmunka program Dániában, ami azt jelenti, hogy az ilyen nem igazán súlyos bűnözőket, azokat nem sítre viszik, ahol aztán nyilvánvalóan kitanulják a profi bűnözést, hanem inkább egy közmunkaprogramba utalják be valamilyen lelkipásztornak a kezei közé, hogy az majd a Krisztus útjára vezesse őt, vagy legalábbis valamiféle erkölcsöt. Egy gyönyörű szép helyre, egy gyönyörű dán kis faluba, de természetesen a mi neonáciknak ez büntetés. Igen, és ott találkozik Ivánnal, a lelkipásztorral, aki hát annyira beteg, amilyet filmvásznon alig láttatok már. Iván a megtestesülése, a tartsd oda a másik orcádat jelmondatnak, és ő tényleg mindig oda tartja. Ő úgy oda tartja, hogy így, hogy mondjam, ő belőle aztán már tényleg minden emberi hiányzik. Tehát, hogy úgy képzelitek, hogy Jézus, még Jézus is a Getsemáné kertben, mielőtt keresztre feszítették volna, sírt és félt. És leszúrta a tanítványait, hogy elaludtak. Igen. Tehát Iván volt, nem igen, szúrná kis, le őket. Kis bűntudatkeltés volt a dologban, igen. Hát félt, és hát kérte Istent, hogy ha lehet máshogy, ha megoldható ez a megváltás. Tőlem ez a keserű pohár. Igen, hogyha egy mód van rá, hogy valahogy máshogy a megváltás megoldható legyen, és neki ne kelljen hozzá meghalni, akkor ha lehetne esetleg, inkább azt próbáljuk, de persze, atyám, legyen úgy, ahogy te akarod, és ne úgy, ahogy én. Tehát ugye, itt van velünk Iván, aki Jézushoz képest, ugye Jézusnak mégiscsak volt valamiféle pszichéje, tehát tisztában volt azzal, hogy halál, stb. Most Ivánnak teljesen elborult a világa, tehát hogy őnek olyan erős hite van, amilyet mi itt el nem tudunk képzelni. Szóval Ádám és Iván első beszélgetése valahogy így hangzik. Ebben az ár, hogy neonáci vagy. Tényleg az vagy. Amikor rád nézek, nem ez jut először az eszembe. Itt azt írják, hogy te gonosz vagy. Nem szép dolog ilyet írni valakinek az életrajzában. Tényleg gonosz vagy? Az vagy? Ha? Nem vagy az, ugye? Gondoltam, tudod mit, felejtsük el, hiszen nincsenek gonosz emberek. Mi ebben hiszünk. Persze, ha az ember állandóan csak a gonoszt keresi, az egész világ gonosznak tűnik. Meg kell próbálni inkább a szép dolgokra figyelni. Ahogy mi is tesszük, így mindenkinek sokkal könnyebb. De azért nem könnyű az életünk. Tudod, az utóbbi években az ördög gyakran próbára tett bennünket, de mi mindannyiszor legyőztük. És a maga módján itt mindenki megtalálta Istent. Hát ez az Iván, ez nem egy egyszerű gyerek. Azért ezt mondjuk el, hogy ez igaz, tehát, hogy vannak gonosz cselekedetek, de nincsenek gonosz emberek. Tehát, hogy a pszichológiának ez egy alaptétel, hogy nem egy személyiség, egy ember gonosz, hanem vannak rossz cselekedetek, de nem mondjuk senki azt, hogy ő rossz ember. Ez nagyon jóságosan hangzik. Jó, lehet, hogy Eichmann nem fér már ebbe bele. Hogy mondjam, itt nyilván vannak szándékos dolgok, nyilván vannak
gyávaságból, vagy félelemből, vagy ostobaságból elkövetett dolgok. Én azt gondolom, hogy létezik emberi gonoszság. Ne zárjuk ki, hogy létezik emberi gonoszság, csak a gonoszságnak mindig van valami oka, van valami alapja. Tehát senki sem születik gonosznak, én inkább így fogalmaznék. És hogyha ezeket az alapokat megtaláljuk, akkor mindenkinek a gonoszsága az megérthető. És ha már értjük, akkor már nem féljük. És eljuttatunk a megváltáshoz. És akkor már eljuttathatjuk őt a megváltáshoz. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy kár lenne bárkiről is lemondani, vagy kár lenne bárkire is azt mondani, hogy ő menthetetlen, vagy hogy ő eredendően gonosz. Tehát, hogy a gonosznak is mindig van valami története. Ugyanúgy, ahogy a szentnek is mindig van még valami története. Még Ceausescut is megsajnáltuk, amikor géppisztoly sorozattal terítették, és azt mondtuk, hogy hát azért valami bírósági eljárás csak neki is járt. De ez nem Ceausescu személyéről szól ez a dolog, hanem arról, hogy egy emberi lény. Egy emberi lény, akinek jár az emberi méltóság, meg jár, és azért, mert ő nem tartotta tiszteletben a másokét, hát ha tanultunk ebből, annál inkább kéne az övét tiszteletben tartani. Nem csak a méltóság, hanem egyáltalán járt volna egy normális per. Például. Na mindegy. Szóval, ez az Iván, aki hát akkora szent, hogy azt ti el se tudjátok képzelni. Persze a mai adásban még lesz még nagyobb is. Még nagyobb is. Hát ő nem magától lett ilyen. Nem magától lett ilyen figura. Tehát, hogy így neki aztán a legdurvább története van, amit el tudtok képzelni. Tehát képzeljétek el, hogy az anyja az belehal a szülésbe. Tehát úgy indul a sztori. Az apja az meg hülyére erőszakolja a gyereket. Tehát, hogy így úgy nő föl, hogy az apja, igen, az apja Ivánt keményen erőszakolja. Aztán születik egy fia, aki fogyatékos lesz, ezt a felesége nem bírja elviselni, és öngyilkos lesz. Erre rá lesz egy agydaganata, és megmondják, hogy halálos beteg. És ezeknek a csapásoknak... De nem hal meg. Valami furcsa dolog folytán... Egyszer nem él, nem hal él, meg. Él, nem, és nem, még mindig mert, él. Nem, mert olyan hite van, olyan erős hite van, hogy az elképesztő. Ezután jön Ádám, jön ez a neonáci hülye gyerek, aki meg... Széjjel veri a pofáját, de úgy, hogy szilánkosra töri az orrát, az úgy, arcát. Úgy, hogy többé szagokat nem érez, se illatokat. Hogy mondjam, tehát így úgy kapja a csapásokat, hogy így nem történnek meg vele. Olyan élethazugságai vannak, és olyan groteszk élethazugságai vannak, hogy az elképesztő. Tehát most így képzeljétek el, hogy van egy fogyatékos gyereke, akiről mindenkinek azt hazudja, de a gyerek szeme láttára, tehát magának is nyilvánvalóan, hogy az a gyerek az egészséges, hogy az futkos a kertben, matek leckéket old meg, tehát a gyerek az nem tud mozogni, tehát olyan szinten fogyatékos. Na most, és az a durva, hogy így, és amikor ezeket a jeleneteket, ezeket átéled, akkor így nem tudod, hogy így röhögjél, vagy sírjál, vagy így röhögsz, a következő percben megrendülsz, annyira olyan széles skálán játszik az érzelmeiddel ez a film, és amellett, hogy borzasztóan nem PC, tehát, hogy ennél kevésbé PC filmet, én nem is tudom, hogy mikor láttam, a PC-nek vége. Tehát most már sorozatban beszélünk olyan filmekről, amik lerombolják az írmagvát is a PC-nek, és ennek ellenére ugye a politikai korrektségről van szó, és annak a diktátumáról, ami a 90-es évek széltében, hosszában nagy mértékben volt jelen az egész, nem a filmművészetben, hanem úgy általában mindenféle kulturális irányzatban. Lásd a legutóbbi Lovasi interjút a Heti Válaszban, ezzel a témával indul. Kis kulturális szemelvényeink is vannak, remek. Azért viszont bocs, de azért ahogyan a neonácikat bemutatja, az viszont teljesen egy 80-as évekbeli PC filmnek a sablonos világa, tehát úgy nézek, mint egy képregény banda, tehát meg egyáltalán ez, hogy ez a falu, ahol így a bűnözőkre, így az államnak a mérhetetlen pénzét elköltik, tehát ahogy kelet-európai szemmel nézve ezt a filmet, ez, miközben így csettintesz, hogy igen, ez az igazi büntetés végrehajtásnak az alternatívája, hogy valahogy így kéne, de közben meg így nézed, hogy úristen, ez mennyibe kerülnek ezek a programok. Szóval... De ez azért nagyon PC, ilyen szempontból a film. Ez a film nagyon PC. Ebből a szempontból igen. Ez az Iván, ennek az Ivánnak a pszichéje, az egy akkora feladvány, hogyha ezt a filmet megnézitek, hát ez a legkeményebb élmény. Tehát, hogy így láttatok már a fogyatékosság határáig jóságos embert, aki nem hisz az emberi bűnben, és csak a gonosz kísértésében, mindent, ami rossz és gonosz a világban, azt rátestálja a sátánra. Igen, azt mondja vele, hogy ezt az ördög csinálja velem. Igen, minden, ami gonosz a világban, az az ördög. Tehát nem, és ezzel szemben áll ő és Isten. És neki annyira erős a hite ebben, hogy nem lehet megrendíteni, hogy a rák nem tudja fölzabálni az agyát.
és újra, meg újra, meg újra megpróbálja az Ádám, akinek a legnagyobb kihívása ez, aki tényleg egy gonosz csávó, de tényleg, ő tényleg rosszra tör. Így talál magának tennivalót. Olyan, kicsit olyan, mint a, igen, mert unatkozik. Igen. Olyan, mint a, ő is egyébként olyan, mint a sátán. Ugye a Bibliában hangzik el a sátánról, hogy a sátán, aki mindig rosszra tör, de mindig jót tesz. Mert hogy a sátán is bele van kalkulálva Isten tervébe. És erre szintén a Bibliában olvasható, hogy szükség van a megbotránkozásra, de jaj annak, aki megbotránkoztat. Tehát a sátán bele van kalkulálva Isten tervébe, de ez nem jelenti azt, hogy a sátánnak megbocsájtunk. Tehát hoppá-hoppá. Jó, ez a sátán dolog nagyon-nagyon nehéz a Bibliát tekintve, mert ez ugye egy iráni hatásra került bele a zsidóknak a szent szövegeibe, tehát nagyon sok helyen egyáltalán nincsen sátán a Bibliába, és hát valóban valahol meg belekerült. Tehát ez egy elég bonyolult feladvány. Szóval Ádám legnagyobb kihívása az, hogy ő megpróbálja Ivánnak a hitét összetörni, darabokra törni, és minden elképzelhetőt elkövet ennek érdekében. Mi van, ha nem az ördög tesz próbára? Hogy érted ezt? Mi van, ha nem ő az, aki a gondokat okozza? Ja, értem. Már megint túlzol? Jó, értem. De ha nem az ördög, akkor ki? Egy kis manó. Tán az a rengeteg madár, a sütő és a férgek a fál szerintet mind csak véletlenek? Ádám, ha? Isten. Tessék? Isten. Nem értelek, Ádám. Mi van akkor, ha Isten van ellened? De miért tenne ilyet? Azért, mert gyűlöl. Elolvastam a könyvet, Jób könyvét. Igen? Te olvastad, ugye? Nem olvastam, de egy krokodilról szól. Legalábbis úgy hallottam. Igen, egy krokodilról. És még sok mindenről. Isten megölte Jób jószágait. Elvette 7 tevéjét és a 10 gyermekét. Igaz? Elvette, aztán leprássá tette. Nem emlékeztet valamire? Sose volt tevém. Nézd rám. Nézd rám, Iván. Te is jól tudod, hogy emögött Isten áll. Ő nem áll melletted, Iván. De igen. Nem hiszem el ezt a sok szarságot. Csak azt akarom, hogy tudd, hogy ez Isten műve. Az ördög nem pazarolja rád az idejét. Isten meg akar ölni téged, Iván. De olyan tompa az agyad, hogy nem fogod fel. Miért teszed ezt velem? Mert gonosz vagyok. És ezen nem változtathatsz. Nyálkós, csúszós élmény, ez nem véletlen, itt a fületekben, ez a filmnek a zenéje, legalábbis a filmben többször felcsendül, az eredetileg a Bee Gees által játszott, később a Take That által feldolgozott How Deep Is Your Love, ez a Take That változat, ami a filmben is elhangzik, és amit most bejátszottunk nektek, ez az a szám, ami a
annyira egyszerű, és annyira, tehát tényleg mint egy pár rendőrcsizma, vagy mint egy jobb kézzel leadott pofon, kb. Ez az, ami ez Ivánnak a világa, tehát hogy ilyen van a számban jól kifejezhető Ivánnak a világa, ő így látja a világot. Ha ül a kis buszába, akkor ez szól. Igen, ezt hallgatja. Tehát, hogy ő benne aztán tényleg semmi elvontság, vagy semmi ő tényleg napfényesen látja a világot, annak ellenére, hogy a legnagyobb nyomorúság, tehát a pokolban él, és a poklot a hitével mennyországra festi. Tehát ezt képzeljétek el. Nem, tehát, hogy így nem tudsz akkor, és a pofont megköszöni, tehát, hogyha ilyen embert láttál már, akinek, tehát, és hülyére röhögöd magad, amikor például te tényleg rongyosra verik a fejét, de úgy, hogy így mondom, szilánkosra törje az orrát az Ádám, és azután így beugrik a konyhába, és mondja, hogy most be kell mennem a baleseti sebészetre, ne hozzak valamit, kell valami a boltból. Tehát, hogy így konkrétan ez a világa, tehát ez a hozzáállása. Tehát hát, hogyha láttátok a Hajrá Boldogság című filmet, akkor ott találkoztatok egy ilyen figurával. Hát nem ezzel. A kategória. Vannak különbségek is. Jó, tehát azért egy picit itt az előző bejátszóval már így belekerültünk a sűrűjébe. Van egy biblia a mi kis neonácink szobájában, mindig leesik a földre, és mindig ugyanott nyílik szét, ahogyan, mint a vajas kenyér leér a földre, és ez a Jób könyve. És ugye a Jób könyve című sztoria talán a legszebb, az Ószövetségben a legszebb rész, szinte egy külön mű a műben, ami ugye arról szól, hogy Isten és a sátán fogad Jób jóságáról, és Isten különböző nyavajákkal sújtja, kiirtja a teveit, a családját, meg mindenféle pestissel sújtja, és azon fogadnak, hogy Jób ezt bírja, vagy elhagyja az ő hitét. Ez a legmocskosabb, legrohadtabb, egyik legundorítóbb történet a Bibliában, ami arról szól, hogy Isten tulajdonképpen szórakozik velünk, igen. Tehát igazából mindenféle fogadásokat köt, mint hogyha ilyen patkányok lennénk egy ilyen, nem tudom én, egy teráriumban, vagy valami labirintusban, vagy valami ketrecben állatok lennénk. Az egyik legrejtélyesebb sztori a Bibliában, és maga ez a film is egy elég nehéz feladat elé állítja a nézőt is, hogy most amikor mi velünk rossz történik, akkor azt az ördögtől kapjuk, vagy Istentől kapjuk, de tehát a sors, meg a szabad akarat, ez mind itt kavarog ebbe az egész sztoriba, és a mi kis neonácink az egyszer csak rájön, hogy egy Jób történet, jobbszerű történet sújtja ezt a fanatikus papot, és kéjjel, szinte kéjesen döbbenti rá, hogy téged Isten nem szeret. A kérdés az, hogyha valaki egy jobb sztorit él végig, vagy maga Jób, hogy vajon szerette Isten Jobot, hogyha ezzel sújtotta. Olyan felháborodás jött rá mondjuk Carl Gustav Jung pszichológusra a Jób története kapcsán, hogy megírta a Választ Jób könyvére című művét, ami arról szól, hogy szerinte Isten azért jött el ember képében Jézusként a földre, hogy valahogy törlesszen ezért, amit Jobnak okozott, és azt a szenvedést, amit rámért, azt ő is megtapasztalja. Persze hát ezzel lehet vitatkozni, de nagyon érdekes. Volt mit kiegyenlíteni. Igen, hát hogy valami ilyen. Igen. Na mondjuk az Új Szövetség szellemisége az valami egészen más. Tehát, hogy itt az Új Szövetségben ott nem ilyen Isten van. Ott nem egy haragos úr, hanem egy atya. Hát de nem csak arról van szó, hogy egy atya, hanem hogy Isten, ugyebár Jézus és Isten egy lényegűek, tehát az atya és a fiú, és az atya az megtestesül és feláldozza magát azért, tehát tulajdonképpen áldozati bárányjá teszi magát azért, hogy te neked legyen mibe hinned, hogy amikor majd te haldoklasz, akkor tudja arra gondolni, hogy hoppá, ezt az utat már megjárta valaki, és nem csak oda, de visszafelé is, tehát hogy itt van egy híd a szakadék fölött, amin át lehet menni. És hát még semmit nem mondtunk az almákról, ott a film címe, amikor megkérdezik a neonácit, hogy mégis mi lesz a te feladatod itt, mivel akarod eltölteni az időt, akkor azt mondja, hogy egy almás sütit akar sütni, mert látott egy almafát a kertbe, de ezek az almák elkezdenek kukacossá válni, lepotyogni, tönkremenni, és egyre távolabb kerülünk a süti sütés sikerétől. Az alma, mind ugye a tudás jelképe, az valami olyasmi, ami elvezeti a neonácit ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy nem véletlenek történnek, nem ilyen matematikai, tudományos véletlenek, hanem az, hogy rájár a rúd az ő almafájára, az Isten akarata. Iván kortörténetén keresztül Ádámnak egy fejlődés története is lezajlik. Igen, mindeközben. Egy párhuzamos. És nehogy azt higgyétek, hogy egy ilyen fárasztó, nehéz, zavaros dráma, egy parádésan szórakoztató, hülyére röhögöd magad. Sose tudod, mi fog történni a következő percben. Elképesztően erős. Tehát, hogy így, hogy mondjam, amellett, hogy nagyon-nagyon erős közlés, nagyon erős drámaiság, milyen filozófikus tartalom, milyen keresztényi tartalom, ennek ellenére meg egy borzasztó a hatásos groteszk,
parádésan szórakoztató, hát minden karakteres szereplők, a fegyvermániás pakisztáni bevándorló, aki az egyik olajtársaság ellen Robin Hoodként próbál állandóan lecsapni, és a többi, és a többi. Egy kiváló filmről van szó az Ádám Alma esetében. Egy bukott tenisztár, aki ja, elhízott. Tényleg, hülyére fogjátok röhögni magotokat, miközben önfeledten tanultok, és milyen megrendültök, és egy csomó kérdés felvetődik. Tehát, hogy meg fogjátok kérdőjelezni mindazt, amiben hittetek, ha jól nézitek a filmet. Ez az Ádám Almái. Tipikusan Dán film. Egy erős 8-as. Hát egy 7-es, igen.